Köszöntöm nézőinket! Önök a Székely magazint látják. Vendégünk Illis Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének az elnöke. Elnök úr, mikor jött létre a szövetség, és melyek a legfontosabb feladatai? Hát 89-ben jött létre azzal a szándékkal, ugye, hogy akkor már alakulóban lévő csoportokat, közösségeket, egyfajta összehozza őket, illetve programot biztosítson számukra, egy kis jogi védelmet is, adjon egy támpontot is ilyen szempontból, valamint hát végül is ez, hogy tényleg segítse, támogassa, programmal lássa el, hiszen a programunkban ugye egész évet átölelő programok szerepelnek, és ez volt a fő célja. És ön 2017 óta elnök? Igen, 2017-ben lettem megválasztva. És kicsit összefoglalnánk ezt az időszakot 2017-től napjainkig? Hát elég sok minden történt. Hál' a jó Istennek tényleg megadatott az, hogy megkaptam a bizalmat, és így tényleg neki tudtam állni egy olyan munkának, amit tényleg a közösség messze menőkig támogatott, és talán ez a legfontosabb ebbe az egész tevékenységbe, hogy legyen egy olyan háttér, egy biztos támpont, segítség, ami hiszen ezért erről szól a dolog, és hogy a kultúránkat tényleg olyan fajta úgy tudjuk bemutatni, és olyan mélységében, ahogy tényleg kaptuk az őseinktől. Hát, hogy mennyi mindent tettem végül is, hát én úgy gondolom, hogy azért nem kell szégyenkeznem, hiszen ugye 2017-ben már alapkövet tettünk le ugye a Székely Porta kapcsán, valamint ugye borversenyek ugyanúgy folytak, tehát ahogy azelőtt is itt alapítottunk egy Mártonfi Mórról elnevezett külön díjat, ami azóta is van. És hát ugye sorolnám, ugye sorba 2018-ban végül is át lett adva a Porta, és ugye néprajzi táborok, ami akkor 2018-ban Madéfalván volt, ami megint úgy gondolom sok fiatalba, és itt az a lényeg, hogy a fiatalokat be tudjuk vonni ezekbe a dolgokba, hiszen át kell adnunk előbb-utóbb ugye ezeket az értékeinket. És hát Székely találkozó is ugyanúgy hasonlóan, ugye folyamatosan azóta is rondon van, ezt két évente szoktuk megrendezni. És ugye Lőrinc Imre dísztermet is ugye elkészült, hála jó Istennek, végülis azzal a szándékkal, hogy legyen egy olyan közösségi terünk, ahol össze tudunk jönni, ugye akár egy közgyűlés, minden évben ugye van nekünk közgyűlésünk, és közgyűlés alkalmával, vagy bármilyen olyan szakkör is ugyanúgy úgy lehetőséget kap, ami természetesen a teremnek megfelelő, hiszen ugye azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy milyen adottságai vannak a teremnek. Tehát itt a táncolásra gondolok, hogy nem igazán felel meg ugye ennek, de varrószakör, vagy tanfolyam, vagy továbbképzés, vagy konferencia szempont, tehát ilyen dolgokra én úgy gondolom maximálisan, és már volt is erre példa, hogy kiadtuk, és illetve ott szerveztük meg. Szerintem kicsit vegyük górcső alá ezeket az elemeket. Mondjuk mutassuk be a Székely Portát, ami Kismányokon van. Hát ugye már többször is elmondtam, de hogy miért is épült. Ugye azért épült ez, mivel akik Bukovinába jártak, azok látták, hogy azok az épületek, ugye, amit valamikor ott hagytunk, ugye azok szép lassan mennek tönkre, hiszen fából készültek. És hát az volt az első szándék, hogy hozzáteszem, megelőzően volt, ugye én Nagymányokon is voltam elnök azelőtt, és amikor ott átadtuk ugye a Székely házat, akkor azért voltak hangok, hogy mondták, hogy hát mégsem Székely ház, ami ugye nem annak épült. És valahogy úgy mindig bennem ragadt ez az érzés, hogy valahogy meg kellene mutatnunk az építészetünket, és úgy
gondoltam, hogy egyszer lehetőségem adódik tényleg egy ilyen székelyházat építeni, akkor mindenképpen, és hát megadta, hála jó Istennek, megadta, hogy így megválasztottak elnök, és az első gondolatom az volt, még éppen disznót vágtunk itt hátul, ugye minden évben disznóvágás is van, és mondtam is az államtitkár úrnak, hogy mondom, hogy ott hátul mondom, hogy oda kellene egyet. Tehát, hogy miért kell, nem kell eldugni, azt mondja, ide előre. Aztán jöttek a gondolat tovább, és akkor végül is hát több helyszín is fölmerült, és hát végül is úgy döntöttünk, hogy az elnökség közösen, hogy épüljön meg Kismányokon, hiszen ott van már egy templomunk, ugye egy székely vagy jelleggel épült templom, és ott így akkor a püspökatyához elmentem, és végigjártam ezt a kötelező formát, ugye mindenhol engedélyeket megkértem, és akkor így elkezdődött az építkezés. Kintről hoztuk a fát, ugye, tehát tényleg nem is gondolom, majd visszagondolva, hogy tényleg egy kés csoda a számomra is. Úgyhogy így megépült. Kintről kellett hozni a fát? Hát kintről, mert azt mondták, hogy annak a szerkezete az más, ugye sokkal sűrűbb szerkezetű az a fa, és hogy hosszabb az élettartalma meg. Hát igyekeztünk, az igazság, én mindig azt úgy gondolom, hogy mindenben azért, ha már elkezdjük, akkor tényleg hitelesen, és hát utána jártunk, kint voltam Bukovinában is, lemértük egy házat. Tehát tényleg végigjártuk azt, amit ilyenkor illik. Tanácsokat kértem mindenhonnan, hogy össze tudjam vetni, hogy hogyan, miként, hiszen az itteni, mostani ugye, előírások másak, de viszont azt a technológiát szerettem volna mindenképpen, hogy az érvényesüljön az a térkialakítás, azok az épületen belül, tehát mindent hasonlóan igyekeztünk megcsinálni, és hát sikerült is. Úgyhogy ugyanúgy a tetőanyagot is, tehát a zsinde is kintről, a hargitáról lett hozva. Tehát mindent igyekeztünk úgy csinálni, és hát örülök, hogy elkészült. És mikor készült el? 2018-ban át is adtuk. Tehát amikor 17-ben alapkő letétel volt, és akkor én már beharangoztam, ugye, hogy egy év múlva lesz átadás, hát egy páran biztos mosolyogtak, meg most utólag mondták is, hogy hát azt mondja, nem gondoltuk. Hát én sem gondoltam, mert tényleg május végén hozták meg a fát, mert késett, minden késett, a hó se akart elolvadni, ugye későn hozták le a hargitáról, tehát a kész téboly volt, mondom, hát ezből nem lesz már semmi. De aztán, hála jó Istennek, szakembert nem kap már az ember, tényleg olyan, aki... Szóval nehéz volt, de sikerült. Elkészült ilyen hihetetlen gyorsasággal. Utána hogy sikerült megtölteni a tartalommal, és milyen tartalommal? Igen, hát az elkészült, és nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok, és úgy gondolom mindannyian bukovin székelyek, akik ott voltak és segítettek, és voltak nem székelyek is. Tehát köszönet annak, hogy tényleg ezt magukénak érezték, és támogattak azzal, hogy tényleg a munkájukkal, hiszen ez nagyon sokat jelentett. Meg hát erőt is adtak az embernek ahhoz, hogy mire is. Hát tulajdonképpen én mindig azt mondtam, hogy ne legyen múzeum, hanem legyen egy élettér, amit hát próbáltam is, hogy a néprajzi tábort is szerveztünk ott már 2-3 alkalommal, és bízom benne, hogy folytatódik majd. És hát tényleg ezért épült hozzá, ugye 2022-ben adtuk át a csűrt is, hogy ez segítse, tehát ott meg az különböző szakmákat tudjuk bemutatni. Tehát, és mennek oda csoportok? Hála jó Istennek, tényleg így csoportok, tehát látogatók úgymond. Hát én mindenképpen azt szeretném, és az az elképzelés, hogy egyfajta nem csak betekinteni, megnézni, hanem valamilyen alapszinten valahogy kedvet adni azzal, hogy ugyanúgy az asztalos, ugye van egy kis asztalos műhely, akkor cipész műhely, ugyanúgy a konyhai rész ki van alakítva. Tehát sok minden van, amit úgy gondolom is még bővíthető, ugyanúgy szövéshez, meg sok mindenhez. Tehát, hogy akkor kapnak kedvet a gyerekek is, én úgy gondolom, hogy
oda tudnak nyúlni, meg tudják tapintani, meg tudják fogni, tehát van egyfajta ilyen érzékszervi kapcsolatuk az egészhez. És végülis ez a cél is, ez úgy gondolom, hogy beválik, de mondom, nagyon sok látogató Pesttől kezdve, külföldről is jöttek már, meg tényleg hát számtalan helyről jöttek csoportok. Tehát szakkörök is vannak ott? Hát tulajdonképpen így szakkör még nincs, de hát ez a cél, hogy tényleg így, de azért igyekszünk kihasználni. Tehát ugye a programokon belül van ugye olyan lehetőség, amikor kismányokon van a program, tehát ugyanúgy például a húsvéti ünnepőrhöz kapcsolódó programunk, ugye a kokonya ételszentelés, és tehát minden olyan programot, vagy akár a bucsú, vagy olyan, ami hát ugye itt kimondottan, ez nem kapcsolódna talán annyira a maga az épületen belül munkához, de úgy gondolom, ha látják, akkor már van fogalmuk arról, hogy tulajdonképpen milyen lehetőségek vannak. És hát én bízom benne, hogy majd ugye felsorolva, hogy milyen elképzeléseink vannak, tehát találkozni fog a kettő. És a Székely búcsú mikor van? Hát a Székely búcsú mindig október első hétvégéjén van. És ez egy ilyen zarándoklat is? Hát igen, nagyon szépen kinőtte magát, tehát úgy indul, a zarándoklattal indul reggel, ugye a Bonyhádi templomtól indul a zarándoklat, és akkor így végül is a kismányoki templomig, és ott van egy szentmise, volt már püspöki szentmise is, már két alkalommal is, és akkor utána egy közös ebéd, illetve egy közös program, vagy minden évben most átadtunk, most már annyi mindent átadtunk, hogy már szerintem már nem tudunk átadni semmit, mert már hely sincs az igazság semmihez. De hát így tényleg egy olyan kerek program, és az a hely az különben is olyan, hogy tényleg egy ilyen lelki megbékélés, tehát az ember jól érzi magát, én legalábbis nem azért, mert kismányoki voltam, de én úgy gondolom, ahogy az emberekkel beszéltem, hogy olyan szép napot tudnak ott eltölteni. Na, én mindenképpen erre gondoltam akkor is, hogy legyen egy olyan helyünk, hiszen vallásosak voltak a bukonyi székelyek, és bízom benne, hogy most is vannak nagyon sokan. Hogy legyen egy olyan helyünk, ahol össze tudunk jönni, ahol együtt tudunk örülni, ahol egymással tudunk beszélgetni. Tehát nem csak egy ilyen kötött program, hanem egy kötetlen beszélgetés, kapcsolatok kialakulhatnak. Tehát ez a cél, és hát ez úgy tűnik, hogy meg is valósul. Értem. Most viszont a székelyházba ülünk, Bonyhádon. Ez mióta van meg nektek, és miért fontos, hogy megvan? Milyen tevékenységek folynak itt? Igen. Hát ugye ez valamikor Varoda volt, és utána lett, későbbiekben lett megvásárolva. Úgyhogy ez a Székely Szövetség tulajdona. Hát van itt kialakításra, tehát ki van alakítva egy szövőszakkörnek is, ugye működött is itt még a szövőszakkör. Én ugyan, amióta vagyok, azóta nincsen, de azelőtt volt. Lőrinc Aladárné volt, aki végül is vezette a kört. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez is talán életre kellene, és akkor többen jönnének, és tényleg jobban ki lenne használva. Ugyanúgy a fafaragás is, hiszen kismányokon is van ilyen, de itt is lehetne ugyanúgy tényleg ilyen fajta dolgokat, tevékenységeket végezni, és volt is rá, és illetve az alapszabályzatban is szerepel ugye ezeknek a dolgoknak az elindítása, illetve hogy itt tulajdonképpen kialakítsunk erre egy megfelelő helyet, és itt működjön. Úgyhogy én úgy gondolom, hát előadások, konferenciák voltak, és hát ahogy mondtam, tehát tényleg ugye van a disznóvágás, ami minden évben közgyűlésünk itt van végül is, úgyhogy szállásokat alakítottunk ki nemrég, úgyhogy 10 fő részére. Az hol? Hát ez is itt a Székelyházon belül van, úgyhogy
gondolva arra, hogy külhoniak, ha jönnek, akkor többek között ugye ők is meg tudjanak szállni, tehát ne kelljen állandóan költségekbe verje magát az ember. Tehát azért vagy áthidalóként is ugye ez működik. Hát még azért bővíteni kellene, ugye, hiszen vizes blokkot kell hozzá biztosítani, egy olyant, ami erre ennyi főre ugye megfelelő. Ugye itt azért a nyilázárokat éppen ez van betervezve, meg pályázatba be is adtuk, úgy tűnik, hogy nyertünk is valamennyit rá, úgyhogy ez az idei évben bízom benne, hogy sikerül. Úgyhogy hát sok mindent lehetne még, ugye táncolásra is van lehetőség, hiszen van az egyik helység kialakítva, még a Krisztina volt az elnök, amikor ez megtörtént. Tehát ott kimondottan táncolásra, tehát tánctanításra megfelelő helység ez. Tehát lehet használni. Népdalkörök szoktak, ugye amikor összevont népdalkör próbák voltak, arra is használták. De hát én mindenre bevő vagyok, úgymond, ami a realitás, tehát ami tényleg, ami úgy gondolom, hogy észszerű, és abban a helységben meg lehet valósítani, hiszen több helység van. De azért vannak ugye, amik bemutató helyek, tehát van egy kutatóhelyünk, ahol megjelent könyvek, ugye, amit rólunk szólnak, zenei anyagok vannak. Tehát itt az volt a cél, ugye, hogy jöttek látogatók ide is, és akkor vagy főiskolások, vagy egyetemisták, és akkor szerettek volna ugye, különböző dolgokat megismerni rólunk. És akkor ezért gondoltam arra, hogy mindenképpen szükséges egy ilyen kutatóhely, ahol össze van minden szedve, és akkor ott végig tudják nézni, és meg tudják ismerni a történelmünket, kultúránkat. A székelyek mennyire összetartóak? Hát éppen nemrég készült, most már második film készült rólunk, és éppen a rendező visszajelzett, ez Karácsony volt, hogy ez a karácsonyi ajándékunk, úgymond, és hogy mennyire nagy öröm számára, hogy tényleg egy ilyen összetartó közösséggel találkozott. Én úgy gondolom, természetesen minden közösségnél vannak, hiszen ahol emberek, azért itt 2150 ember, ugye, hogy a tagegyesületek most éppen megküldték, hogy hány létszámmal rendelkeznek. Tehát ennyit, hány tagegyesület? 44 tagegyesületünk van, ez azt jelenti, hogy külhoni is van, tehát az Aldunán van ugye 5, és akkor a Erdélyben van még, ugye Marosludas, Déva, Csernakeresztúr, Madifalva, és úgyhogy én úgy gondolom, hogy így határon túliak és részesei, meg résztvevői ezeknek a programjainknak. És jönnek is, hát most voltunk Madéfalván, ugye ott volt a disznóvágás, meg a végül is a megemlékezés, hiszen ebben az évben van 260. éve ugye a Madéfalvi veszedelem, hogy megvolt, ami szomorú és sajnálatos, de hát akkor született a bukovény székelység, mint ahogy szoktam mondani, hogy vérbe született. Tehát ezt ennek megfelelően egy nagyon szép ünnepség volt. És tényleg egy olyan élmény, két busszal mentünk, tehát nagyon szép élmény volt, és 120 ember azért ott volt. Fontosak a külkapcsolatok, és hogy ápoljátok ezeket? Igen, hát nekünk is, én úgy gondolom, hogy mi is tanulunk belőle, és számunkra is nagyon fontos ez, de gondolom, hogy őket is erősíti ez. Hát így próbáljuk ápolni mindenképpen, hogy azokon a programokon, hiszen én úgy gondolom nagyon fontos az, hogy mindegy családon belül, vagy családokon belül ugye a kölcsönösség, tehát hogy ők is jönnek, mi is megyünk, igyekszünk összehangolni a programjainkat. Tehát én úgy gondolom, hogy élő a dolog, tehát nem egyfajta formalitás, hanem tényleg működik, ugyanúgy jönnek, és hát éppen a múlt évben például Aldunára készült, Hertelendi falvára készült kopjafa készítettünk, mert kérték, hogy nem csinálnánk egyet ugye a tiszteletesüknek, aki végül is őket letelepítette, illetve odavitte. És hát, tehát élő, én úgy gondolom, ez a kapcsolat.
kicsit szalad az idő, ezért begyorsítjuk a dolgot. Andrásfalván még vannak székely sírok egy tömbbe. Ez célja volt, hogy ezeket megőrizzék az utókornak. Csak röviden, hogy most hol tart ez a munka? Hát most ott tart, hogy készültek vázlatok, készültek rajzok, és végülis az a célunk egy olyan fajta sír, ugye amik vannak, mert Andrásfalván, ahogy említette, tehát Andrásfalván még vannak tömbbe sírok, tehát ott is, illetve a többi helyen, ahol csak egy-két sír van, és az is ki van hozva, ugye egy kopjafa és egy ilyen kis emléktábla keretén belül, hogy azt egy olyan környezet próbáljuk körbevenni, ami nem igényel ugye mindennapos látogatást, hogy ott rendbe rakni, hanem térkövezve, tehát egy olyan tényleg normális helyzetbe tudjuk ott hagyni, hiszen mindig probléma a kaszálás, meg ugye a karbantartás, és talán ezzel tudnánk ezt a dolgot megoldani. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most már jó úton van ez az egész, és ebben az évben biztos vagyunk benne, hogy sikerül ebben komoly előrehaladást. És csak röviden, hogy alakul manapság a székelyes vár viszony, mert nyilván az elején az nem volt harmonikus, de ma? Én úgy gondolom, hogy nem, sok minden nem lett kibeszélve. Tehát a mai napig azért az előfordul. Tehát, hogy ki milyen, ki hogy élte meg, ez azért attól is függ. Hiszen én úgy gondolom, hogy mind a két esetben voltak túlkapások, amiket úgy élték meg, ahogy megélték. Én ezt tartanám fontosnak, és úgy érzem, hogy most elindult egy ilyen folyamat, hogy egy kölcsönös rendezvények, kölcsönös kapcsolatok, épp az többször most már ugye az itteni vezetőjük ugye fölkeresett, illetve telefonált, hogy szeretne közös programot, hiszen a kerek évfordulójuk van, ugye 300 éve, hogy elindult az ide telepítésük, és hát ugyanúgy nekünk is kerek az évfordulónk. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy lehetőséget ad ez is arra, hogy együtt legyünk, akár egy filmvetítés kapcsán, vagy egy beszélgetés kapcsán, és végig tudjuk beszélni azokat a nem ismert dolgokat, mert sokszor az a probléma, hogy nem ismerjük egymás történelmét, vagy nem úgy ismerjük, vagy rosszul látjuk, vagy rosszul hallottuk. És ezeket, hogyha tisztába rakjuk, hogyha tényleg egymást kölcsönösen tisztelettel meghallgatjuk, meg értékeljük, akkor mindenképpen működik, és működni fog. Én úgy gondolom, hogy ma már ez nem kérdés. Mi pedig megígérhetem, hogy majd tudósítunk róla, ha meg lesznek ezek az események. Van még egy szűk percünk, vagy egy bő percünk. Kicsit az idei tervekről beszéljünk, rendezvénytervekről. Hát végül is ugyanúgy alakul, ahogy minden évben, tehát ugyanúgy ez a folyamat meg lesz. Most még a közgyűlés előtt vagyunk, tehát így most pontosan nem akarnák ugye előtte beszélni arról, hogy most hol mi lesz, de aki eddig is nyomon követte, az tudja, hogy pálinka versenytől, bor versenytől kezdve, Bukovina Fesztivál, mesemondó verseny, tehát eléggé kiterjedt, és mondom, szóló énekverseny, táncverseny lesz az idei évben ugye, az is szóló országos, és itt a lényeg a dolognak, hogy mindenképpen én azt mondtam, hogy ki kell nyitni a kapukat. Tehát igenis jöhetnek az ország bármely részéről, és ismerjék meg a kultúránkat, és tényleg nekünk meg az a feladatunk, hogy olyan hitelesen adjuk elő, és ez a legfontosabb, hiszen az alapszabályzatban is benne van, az, hogy olyan tiszta forrás, törekedjünk olyan tiszta forrásból merítkezni, és abból tanítani, és azt továbbadni, ami tényleg nem mindegy, hogy mit adunk tovább. Hát ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is.